Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Vincer Éka vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Tolna vármegyei körkép. Megkezdődött a választási kampány. Hello tavasz, szia szakma! Családi nappal egybekötött szakma bemutató. Ügyvédi közgyűlés Szekszárdon. Egyeztettek a programokról, lehetőségekről, változásokról. 17. Néptáncfesztivál. Teltházas gála műsor. Hazánkban április 20-án szombaton kezdődött a kampány a 2024. június 9-i önkormányzati, nemzetiségi és európai parlamenti választásokra vonatkozóan. Ettől a naptól igényelhették a jelölő szervezetek és a független jelöltek az ajánlóíveket. Választási körképet tartottunk Tolna vármegyében. Szekszárdon hétfőn délelőtt Zsikó Gál Klaudia, a város jegyzője számolt be az ajánlások jelenlegi helyzetéről. Elmondható, hogy Szekszárd megyei jogú városban a Fidesz-KDNP pártszövetség, mint jelölő szervezet mind a 10 egyéni választókerületben elvitte az ajánló íveket, illetve a polgármester jelölt tekintetében is. Ezt követően a Mi Hazánk mozgalom részéről érkeztek meg az ajánlóív igénylések, és vitték el mind a 10 egyéni választókerületben és a polgármester jelölt tekintetében. Majd az Éjjel Szekszárd Egyesület részéről mind a 10 egyéni választókerületben és a polgármester jelölt tekintetében vitték el az ajánlóíveket. A Demokratikus Koalíció részéről is érkezett ajánlóív igénylés 7 választókerületben, egyelőre további 3 esetben nem, és polgármester jelölt tekintetében sem vitték el az ajánlóíveket. Szekszárdon továbbá indul egy független polgármester jelölt is, illetve a 4-es számú választókerületben egy magánszemély. A Fidesz-KDNP már szombaton összegyűjtötte az ajánlásokat, erről Berdinger Attila polgármester jelölt számolt be. Nagy örömmel szeretném tájékoztatni a szekszárdiakat, hogy a sokszorosát összegyűjtöttük a szükséges aláírásoknak. Mind a 10 képviselő jelöltünk kiváló támogatásban részesült. Én azt gondolom, hogy a következő hetekben is folytatni fogjuk ezt az aláírásgyűjtést, hiszen szemmel láthatóan a szekszárdiak nagyon-nagyon vágynak egy olyan változásra, amelyben végre az összefogás érvényesülhet. Ezen fogunk dolgozni a következő hetekben is. Köszönjük előre is azt a sok-sok biztató szót, azt a sok baráti ölelést, kedves mosolyt, és természetesen azt a sok-sok támogatói aláírást, amely azt gondolom, hogy bizalommal tölthet el bennünket, hogy jó úton haladunk. Az Éjjel Szekszárd Egyesület hétfőn adta le az ajánlóíveket. Az ő polgármester jelöltjük Bomba Gábor. De a 10 választókerületben elmondható, hogy a 22 főtől a 29 főig szükséges az érvényes ajánlások száma, a polgármester jelöltek esetében pedig 300 érvényes ajánlásra van szükség ahhoz, hogy a helyi választási bizottság nyilvántartásba vegye jelöltként a jelöltet. Tolnán a Fidesz-KDNP Bárta Zoltánt indítja polgármester jelöltként, továbbá a 8 egyéni választókerületben képviselőjelölteket is indítanak. A Mi Hazánk mozgalom szintén 8 képviselőjelöltet kíván indítani. A Tolna Városért Egyesület egy polgármestert, Balog Zoltánt és 8 képviselőjelöltet állítana. A városnak továbbá lenne egy független képviselőjelöltje is. Hétfőn délelőtt 9 óra 30 percig a Fidesz-KDNP adta le az ajánlóíveket. Bonyhádon 2 polgármester jelölt vitte el az ajánlóíveket. Filóni Ferenci Bolya, a Fidesz-KDNP jelöltje a szükséges ajánlás számokat összegyűjtötte még a szombati nap folyamán. Száraz Zoltán, az őszintén egyesület jelöltje hétfő 10 óráig az ajánlóíveket még nem hozta vissza. A képviselőjelölti ajánlóíveket szintén a Fidesz-KDNP és az őszintén egyesület kérte le. Utóbbi az információink lekérésekor még nem vitte vissza ezeket, a Fidesz-KDNP valamennyi körzetben a szükséges ajánlás számokat szombaton összegyűjtötte. Dombóváron 2 jelölő szervezet vitte el az ajánlásgyűjtő íveket, az egyik a Fidesz-KDNP, a másik a természetesen Dombóvár Közéleti Egyesület. Hétfő dél előttig Dombóváron még csak a Fidesz-KDNP hozta vissza az ajánlásokat, ezek feldolgozását a helyi választási iroda megkezdte. Dombóváron a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje Pintér Szilárd, a természetesen Dombóvár Közéleti Egyesületé Szabó Lóránd. Az ajánlásokat május 6-áig lehet leadni. Első ízben, de hagyományteremtő igényen rendezték meg Szekszárdon a Hello Tavasz, Szia Szakma névre keresztelt szakmai bemutatkozónapot, melyen a szakképzési centrum iskolái és a duális képzés partnerei engedtek bepillantást a kínált szakmák fortéjaiba. Pingvinjárás, dülöngélve, totyogjál, körbe-körbe forogjál.
Egészen megtelt a szekszárdi vásártér, ami nem csak annak köszönhető, hogy meg annyi stand és érdekes, interaktív játékos feladatokkal várták az érdeklődőket, de annak is, hogy ugrálóvárral, talmácsi minimotorpályával és érdekes fellépőkkel is készültek a szervezők. A fókusz azért mégiscsak a szakmákon és azok játékos bemutatásán volt. Nagyon régi célunk az, hogy erősítsük a szakmák is megismertetését, erősítsük a pályorientációs tevékenységünket. Nagyon fontos, hogy bemutatkozzanak a partnereink, a duális partnereink, és lássa mindenki azt, hogy szakmát tanulni, az egy jó dolog. Az egy olyan izgalmas dolog tud lenni, ami máshol kevés helyen adatik meg. Ezt fogják megmutatni a partnereink, erre kértük az iskoláinkat is, hogy mindenképpen egy interaktív szakmabemutatóval, egy interaktív tevékenységeken keresztül történjen meg mindez. Horváth István kiemelte, hogy a vállalkozásoknak is nagyon fontos ez a nap, hiszen általában nincs lehetőségük ennyire közel kerülni a fiatalokhoz és megszólítani őket. Ugyanis nagyon nagy gond a fiatalok számára, hogy milyen szakmát választanak. Érződik az, hogy sok a bizonytalanság, és igazából kevés az olyan alkalom, amikor egy helyen van több szakma. Tehát a fiatal számára ezért is ez fontos lehet. Az intézmény számára is fontos, hiszen mind a fiataloknak, mind a jelenlévő vállalkozásoknak, vagy adott esetben a fiatalok szüleinek megmutassa az iskola, az intézmény, hogy milyen lehetőségek vannak. Dr. Beréti Zsolt már köszöntőjében is kiemelte, mennyire fontos feladata a korunknak, hogy a szakmákat újra vonzóvá tegyük. Tehát abban az időszakban, ami az elmúlt 10-12 évben eltelt, és folyamatosan a diplomagyárak dobálták az értéktelenebb diplomákat, akkor azt felejtettük el, hogy gyakorlatilag nincs olyan ember, aki dolgozzon, aki az adott szakmát elvégezze, aki építsen, aki vízvezetéket szereljen, villanyt szereljen, és azt gondolom, hogy ma egy ilyen szakmának az anyagi adottságai simán vetekednek bármelyik diplomáival, és az a fontos, hogy az emberek tudatában és a gyerekekében is megértessük azt, hogy ha valaki szakmát végez, nem egy másodrendű dolog, hanem az elsőrendű dolog, a legfontosabb dolog. Mindenki megtalálhatta tehát a kedvére való elfoglaltságot a kicsik az interaktív zenés műsoron, a nagyobbak a standoknál, kerékcsereversenyen, légpuskalövészeten vagy fűnyíró traktorozáson. Az esemény ingyenes volt. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum, a Pálcai Csere János Technikum és Kollégium diákjai a ballagási ünnepséget már a felújított udvaron tartják. A korszerűsítésre már szükség volt, de a térkőválasztásnál figyelembe vették az épület korát, stílusát is, hogy az harmóniában legyen. Dombóvár város önkormányzata biztosította az 1000 négyzetméter térkövet, az alapozáshoz szükséges egyéb építőanyagokat pedig a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum kancellárja Dömötör Csaba vállalta magára. Újból egy sikeres összefogásról adhatok hírt, hiszen itt a szakközépiskola udvarát közösen a kancellár úrral, illetve igazgató úr közreműködésével fel tudjuk újítani. Készítünk rá már évek óta, csak egyik oldalon sem találkozott a szándék a forrással. Egyéniben első és harmadik, még csapatban második helyen végzett a Tolna Vármegyei Különítmény a Belügyminisztérium országos terepfutóbajnokságon. A Tolna Vármegyei Rendőrfőkapitányság állományából 12-en mérették meg magukat különböző versenytávokon és életkori kategóriában. A 3000 méteres távon a 3-as korcsoportú férfiak mezőnyében nagy sikert értek el mind egyéniben, mind csapatban. Noé Attila, a Bonyhádi Rendőrkapitányság baleseti helyszínelője már a verseny elején az élre állt, és a végén is elsőként futott be a célba. Kovács Krisztián, a szekszárdi rendőrkapitányság szolgálat parancsnoka egyéniben a dobogó harmadik fokára állhatott fel. A Vármegye csapata ezzel a kiváló teljesítménnyel a csapatok rangsorában végül a második helyet érte el. Hétfőtől lehet pályázni a tartós álláskeresők elhelyezkedését támogató 1,7 milliárd forint hazai forrásból megvalósuló pályázatra. A programban sikeresen pályázók lehetőséget kapnak arra, hogy 3 hónapra kipróbálják magukat a választott álláshelyen. A program keretében annak a munkáltatónak nyújtható visszanemtérítendő támogatás, amely az álláshely választás lehetőségét legalább 5 fő súlyosan hátrányos helyzetű álláskereső számára biztosítja. A projekt keretében egy év alatt álláskeresőként összesen 1,8 millió forint bértámogatás igényelhető, míg az egyén a bérén felül további 760 ezer forint juttatást kaphat. Közgyűlést tartott a szekszárdi ügyvédi kamara. Megváltozik az ingatlan nyilvántartási rendszer, a mostani papíralapú eljárás megszűnik, és egy új elektronikus rendszert fognak bevezetni.
Dr. Havasi Dezső, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke dombóvári születésű, középiskolás éveit is ott töltötte. A közgyűlésen beszámolt az országos eseményekről, ügyvédi feladatokról, lehetőségekről. Az ingatlan nyilvántartás nagy horderejű változás jelent, hiszen megszűnik a papír alapú ügyintézés, tehát gyakorlatilag mindent az adásvételi szerződéseket be kell szkennelni, és az magát egy nem csak az adásvétel, minden okiratot be kell szkennelni, és az eljárás elektronikusan fog történni, és ezzel kapcsolatos informatikai programok megismerése. Szabó Tamás, a szekszárdi ügyvédi kamara elnöke elmondta, ilyenkor az ügyvédséget leginkább foglalkoztató kérdéseket tárgyalják, valamint elhangzik a vezetés beszámolója a kamarai tagság felé. A közgyűlés nem csak egy kötelezően tartandó program egyébként, hanem egy kicsit az ügyvédségnek az ünnepe is, a helyi ügyvédségnek is ez az ünnepe, ugyanis évente itt találkozunk a legnagyobb számban mi ügyvédek egymással, és hát ennek megfelelően ennek a rendezvénynek a méltósága is inkább egy kicsit ünnepélyesebb jellegű, mint sem egy olyan, ami kötelezően tartandó rendezvény lenne. A Pécsi Ügyvédi Kamara elnök asszonya van jelen, illetve a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke és a Pécsi Ügyvédi Kamarának az elnök asszonya, illetőleg a Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottságnak az elnök asszonya. Ezen az alkalmon középpontba kerül az új rendszerrel kapcsolatos kérdések és tervek tisztázása. Ezek a kamarai közgyűlések mindig is pozitív hangulatúak. Én azt hiszem, hogy van is okunk pozitívnak lenni, hiszen április 30-án ugyanebben a teremben ünnepeljük majd hazánk Európai Uniós csatlakozásának a 20. évfordulóját egy jogászkonferencia keretében. Rendkívül neves előadókat hívtunk meg erre a konferenciára, illetve mi magunk ügyvédek is ünneplünk, hiszen 150 éves idén az első klasszikus ügyvédi törvény, az 1874. évi 34-es törvénycikk az ügyvédi rendtartásról. Lebosa Marian, a Pécsi Ügyvédi Kamara elnöke felhívta a figyelmet a három régió együttműködésének fontosságára, az ügyvédjelöltek tovább képzésében, versenyekben és a felnőtt képzésekben. A jövőben szándékukban áll egy rezsicsökkentési programot is véghez vinni. Szerencsére évek óta együttműködünk a Szekszárdi Kamarával és a Kaposvári Kamarával is. Amikor 1875-ben, február 6-án megalakult a Pécsi Ügyvédi Kamara, akkor a Szekszárdi Ügyvédi Kamara is a tagja lett. Gyakorlatilag azóta működik, azt mondhatom, szinte folyamatosan ez az együttműködés, bár az elmúlt 8-10 évben ez egy kicsit lanyhul, de elnök úr regnálása óta ez újra felélett. Az új rendszer október 1-én fog hatályba lépni, érdemes lesz követni az ezzel kapcsolatos eseményeket, hiszen ez mindenkit érinteni fog majd, akik ingatlant vásárolnak vagy eladnak. A Földnapja kezdeményezés 1970-ben indult az Egyesült Államokban. Magyarországon környezetvédők 1990-ben megalapították a Földnapja alapítványt, és hírközpontot is létrehoztak az első magyar Földnapja eseményeinek koordinálására. Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? Így hangzik a Földnapja mozgalom egyik jelmondata. 2024-ben újra fókuszban a műanyagok a 34. magyar és az 54. világméretű földnapján. A mindent uraló műanyagok is veszélyeztetik létünk alapját, az élővilág változatosságát, a biológiai sokféleséget. Az emberiség túlterjeszkedése agyonnyomja a vadvilágot, túlfogyasztunk és túlterjeszkedünk. Az emberiség beavatkozása a természet évezredes egyensúlyába veszélyezteti a vadon élők, köztük a beporzó rovarok, növények létét. A biológiai sokféleség csökkenésének 60%-áért étrendünk felel. A Magyar Falu Program falusi civil alapkeretében nyert el az Aparhanti Önkéntes Tűzoltó Egyesület a tűzoltó szertár felújítására 6.884.754 forintot. A 2021-es eszközfejlesztési támogatás és a 2024-ben aktuális bevetési ruha és csizma beszerzését követően ismét egy sikeres pályázattal támogatták az Egyesületet.
Újabb csalási kísérletben igyekeznek csalók hitelesnek tűnni a Magyar Nemzeti Bank nevével és logójával. Egy most terjedő e-mailes csalásban bűnözők magánszemélyeket próbálnak meg rábírni arra, hogy egy MNB által támogatott víruskezelő programot töltsenek le, közölte az MNB hétfői közleményében, kiemelve, hogy a jegybank nem készít és támogat víruskezelő programot sem lakossági, sem vállalati ügyfelek számára. Felhívták a figyelmet arra, hogy az így megkeresett vagy megkárosított állampolgároknak célszerű a rendőrséghez fordulni. Április 19-én megtelt a Dombóvári Művelődési Ház, ugyanis a 17. Néptáncfesztivál alkalmából adták elő tánctudásokat a város óvodásai. A nívós előadásra nagy volt az érdeklődés, ugyanis megtelt a fesztiválterem. Igazán örömteli nap a mai Dombóvári életében, hiszen a hagyományoknak megfelelően óvodáink jöttek ma össze is. Egy vidékről érkező település is itt van, hiszen Őcsény 10 éve résztvevője ennek a rendezvény sorozatnak. Ez a rendezvény 20 éve született meg gondolati szinten, és Isten igazából ma jubileumot ünnepelnénk, hogyha a pandémia nem szólt volna közbe, de sajnos ez csak a 17. Külön örömteli számomra, hogy a mai nap több generációt összehoz, hiszen a legkisebbtől a legnagyobbakig, hiszen szülők, nagyszülők ott ülnek a nézők sorába, gyerekek izgulnak, hogy amit tanultak évközben sikeresen elő tudják adni. Természetesen igen, hiszen ők nem tudnak hibázni, mindig mosolyognak, és hogyha hibáznak, akkor se veszik észre, és nem adnak már erről jele. Nagyon remélem, hogy ez a hagyomány tovább tud folytatódni, hiszen a hagyományon generációkat összekötő, amit említettem volt, és hogyha az idő alattában megyünk előre, akkor a szülőkből nagyszülők lesznek, és ez így megy tovább, remélem még a világ, és Dombóváron a hagyományokat ápolni fogjuk. Az esemény szervezője elmondta, hogy 120 kisgyermek lépett fel az ünnepi alkalomból. A kolléganőimmel közösen szervezzük, így most már 10 éve mi szervezzük, de maga a program az 2004-ben indult, útjára az óvoda akkori dolgozói indították el. A mi feladatunk 2024-ben csupán annyi, hogy a nívós eseményt örökül ápoljuk, és továbbra is vigyük, továbbra is fenntartsuk. A fesztivál célja akkor is és most is a népi hagyományok ápolása és átörökítése a következő nemzedékek számára. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek nemzeti és nemzetiségi identitástudatát is formáljuk. A zene és a tánc fejlesztő hatásáról nem szabad elfeledkezni, a zenei képességek fejlesztésével intenzíven fejlődnek a gyermekek valamennyi képessége. A zenei nevelés minősége az elmúlt évtizedek alatt ugyan változott, de nekünk pedagógusoknak az a feladatunk, hogy formáljuk a gyermekek zenei ízlésvilágát és a népzene közvetítésével. Egy volt kolléganőm szavai jutnak ilyenkor eszembe. Rajtunk pedagógusokon múlik, hogyan alakítjuk ki a gyermekekben a zene, a tánc, az éneklés iránti igényüket, miként alapozzuk meg a zenei anyanyelvüket. 20 éve indította útjára a Néptáncfesztivált, azóta ő maga is nagymama lett. Néphagyomány és városban annyira nem él, mint faluba. Kell hozzá egy összefogó vagy egy összetartó erő, aki biztatja őket. Meg hát abból azon múlik minden, hogy szeretik-e a néphagyományt. Azt viszont nem lehet elfelejteni, mert az a múltunk a jövőnk. A gála után az intézmény aulájában közös táncházzal folytatódott a nap. A régió híreivel folytatjuk. 100 éves Pécsi Tudományegyetem gyermekgyógyászati klinika. Centenáriumi ünnepség a Pécsi Akadémián. Csavargőzös, újdonságokkal is készültek a 12. szezonra. Csak Pécsen végeznek ilyen koponya műtétet hazánkban. Különleges eljárás az egyetemi klinikán. Előadásokkal egybekötött centenáriumi ünnepség keretében ünneplő működésének 100. évfordulóját a PTE Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikája. A rendezvény egy karitatív kampány kezdete is egyben. Az ünneplés és az előadások helyszíne az MTA Pécsi Akadémia Bizottság székháza volt. A Pécsi Gyermekgyógyászati Klinika centenáriumi rendezvénye egy karitatív kampány kezdete is egyben. A kis betegeket évek óta kiszolgáló onkohematológiai osztály támogatásáért fognak most össze, és kérik mások támogatását is. Elhivatott gyermekgyógyász kollégák tekernek majd napokon át, mintegy hangsúlyozva a mozgás, a sport életmentő, gyógyító funkcióját, buzdítva egyúttal az adományozásra. Ennél egy kicsivel több dolgot is megérdemel ez a centenárium, és így lett a
egy jubileumi kerékpártúra ötlete Pozsonyból Pécsre, és azon kívül, hogy tekerünk 4 napot, ezt egy jó célra szerettük volna felhasználni, és így a gyermek onkológiai ellátás támogatását tűztük ki célul ezzel a kerékpártúrával is. Már induláskor is 100 ágyon dolgozott ez a klinika, és akkor még működött a városban egy gyermekkórház is, mondta visszatekintésében dr. Decsi Tamás klinikai igazgató professzor. Az ellátás méretei azért nem olyan nagyon sokat változtak a 100 esztendőben. Az azonban persze nagyon megváltozott, hogy induláskor 6 orvos látta el a klinikát. Az összes beteget éjjel és nappal, hétfőn és vasárnap, hát most pedig egy adott időben 60-70 kollégával, csak orvos kollégát értve ez alatt, nyújtjuk ugyanazt az ellátást. Nagyon sok minden változott, de alapvetően az nem, hogy a beteg gyermekkel a gyermekklinikához lehet fordulni. A 100 éves évfordulóról több módon is megemlékeznek. Ez a mostani egy születésnapi ünnepség. Májusban egy kisebb belső ünnepséget is tartanak. A 4 napos jótékonysági biciklitúra május 16 és 20-a között lesz. 12. szezonját kezdi meg idén a Balatonboglári kikötőben álló csavargőzös. A műemlékhajó 1872-ben készült. Ez volt az első olyan balatoni gőzmeghajtásos hajó, amelyet hajócsavar hajtott. A csavargőzös jelenleg kiállításként üzemel. Idén is programokkal indul a balatoni csavargőzös szezonja. A műemlékhajó egyben kiállító helyként is üzemel, bemutatva a Balaton hajós emlékeit. A csavargőzös 1872-ben készült, kezdetben Rév Fülöp és Balatonboglár között közlekedett. Innen elkerült a Dunára, hosszú évtizedeken keresztül a Dunán teljesített szolgálatot, majd a 80-as évekbe került vissza már dízelmotorral a Balatonra, de Siófokon kikerült a dízelmotor a hajóból, és ide Balatonboglárra már motor nélkül vontatták el a hajót, kikerült a partra. 2010-ben uniós forrásból kezdődött meg a rendbetétele, idén már 12. szezonját nyitja meg a műemlékhajó. Az április 27-i eseményen a múlt és a jelen is találkozik, hiszen a Bahart flottájának egyik új darabja is látható lesz a boglári kikötőben. A szezonnyi ünnepségünk keretében kerül bemutatásra a Bahartnak a Tomaj nevű vadiúj katamaránhajója. 12 és 14 óra között ingyenesen lehet kipróbálni az új hajót. A szezonnyitó programon mutatják be a kiállítás új érdekes darabjait, de egy tárlattal a művészet és a hajózás kapcsolatára is felhívják a figyelmet. Az elmúlt években a szezonnyitóinkon hagyományt teremtettünk, hogy egy képzőművészeti kiállítással is kedveskedünk a látogatóknak. A Sörös Rita szobrász művésznőnek a gondozásában a kaposvári Prónai Művészeti Kollégium hallgatóinak a bemutatkozása lesz. Az április 27-én szombaton nyíló kiállításon fotók, videók és festmények is megtekinthetők lesznek. Jelenleg csak a Pécsi Klinikán végzik azt a speciális koponyaműtétet, ami az oldalsó koponyalapot érinti. Ennek a beavatkozásnak a bonyolult, összetett kivitelezése komoly szakmai felkészültséget igényel az orvosoktól. Összetett, speciális műtéteket végeznek a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Fülorgégészeti és Fejnyaksebészeti Klinika, valamint az Idegsebészeti Klinika szakemberei az oldalsó koponya alapi elváltozások kezelésében. A területen végzett műtétek hatalmas kihívás elé állítják az orvosokat, hiszen a beavatkozáshoz komoly szakmai tapasztalatra és felkészültségre van szükség, mondja dr. Szanyi István klinikai igazgató. Rendkívül bonyolult terület, rendkívül bonyolult anatómiája van az oldalsó koponya alapnak. Ugye átmenet gyakorlatilag az agy, a központi idegrendszer és a nyak között, tehát az oldalsó koponya alap rengeteg ideg érképlettel, bonyolult anatómiai képletekkel, amelynek az ismerete elengedhetetlen, a pontos ismerete, hogy itt valaki biztonsággal tudjon dolgozni, operálni, és
nem csak az operációhoz, már a diagnosztikához is nagyon nagyfokú ismeretek szükségesek. Többféle betegségre adhatnak megoldást ezek a műtétek. Ezen a területen elhelyezkedő jóindulatú daganatokról van szó elsősorban, de vannak kiterjedt gyulladásos folyamatok, amik a koponyalapot érintik, ezen az oldalsó koponyalapot érintik, ezeknek a műtéti megoldási elsősorban, és természetesen meg kell említsük, szerencsére ritkábban, de rossz indulatú daganatok megoldására is az alkalmas. Különböző behatolások vannak, nagyon bonyolult behatolások, lehet elérni ezeket a területeket. Nagyon fontos ér- és idegképletek, az agyburok és az agytörzs ezen a területen helyezkedik el. A speciális eljárás Magyarországon jelenleg csak a Pécsi Klinikai Központban érhető el rendszeresen az érintett páciensek számára. Ehhez a legfontosabb az volt, hogy megtalálják és ide csábítsák a megfelelő szakembereket, mondja a klinikai igazgató. Pécs most az összeállt. 2023 éveleje óta rendszeres, rendezett és előre meghatározott körülmények között két hetente végzünk ilyen műtéteket, oldalsó koponyalapi műtéteket, az idegsebészeti szakma és a filológiai szakma együttműködésé által. Nagyon fontos nyilván a radiológia, mint képalkotó intézet, ahol akiknek a munkája szintén ehhez hozzájárul. Két heti gyakorisággal végzünk műtéteket, két hetete, három napon is történnek ilyen műtétek. Eddig 37 sikeres beavatkozást végzett el a munkacsoport. A PTE Klinikai Központ és a munkacsoport a jövőben országos, majd európai, regionális ellátócentrumként kívánja elvégezni a műtéteket, valamint egy oldalsó koponya alapsebészeti magyar és nemzetközi oktatói központ létrehozását is tervezik. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer. Röviden. Tolna vármegyei körkép. Megkezdődött a választási kampány. Hello tavasz, szia szakma. Családi nappal egybekötött szakma bemutató. Ügyvédi közgyűlés Szekszárdon. Egyeztettek a programokról, lehetőségekről, változásokról. 17. Néptáncfesztivál. Teltházas gála műsor. Kedden egy ciklon alakítja időjárásunkat, melynek hatására élénk, erős keleti, északkeleti szél fúj. Általában erősen felhős, borongós időre számíthatunk, de délelőtt még lehetnek helyenként napos időszakok, aztán délután már zivatarok is kialakulhatnak. Éjszaka többfelé jelentős mennyiségű eső valószínű, és borult lesz az ég. Friss hírekkel legközelebb kedd este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!